az, hogy a nemzeti kerekasztal tárgyaláson született megállapodás, meg maga a szeptember 18-ai megállapodás a sovány eredményt hozott volna, ez azt gondolom, hogy egy nagyon téves felfogás. Mindössze annyit hozott el, hogy megszületett a szabad demokratikus magyar jogállam. Mindössze ennyit. Természetesen úgy, hogy a német kormány korrekt módon beterjesztette, és a parlament ezeket elfogadta. De hát ez egy óriási nagy dolog. És mi valóban úgy mentünk bele ezekbe, olyan tárgyalás a világon nincs, amikor az egyik tárgyalófélnek minden sikerül, a másiknak meg semmi nem. Olyan tárgyalás nincs. Pláne, hogyha ilyen erőviszonyok vannak, hogy a mezitlábas ellenzék áll szemben, természetes volt, hogy valami kompromisszumot kellett kötni. Mellesleg, amit említettél, ez nem így volt, hogy a költségvetés benne volt a kétharmadosokban, hanem az úgy volt, hogy ugye a, hogy fogalmaztunk, hogy alkotmányerejű törvény, tehát kétharmados többsége elfogadott törvény dönt minden olyan kérdésben, ami az emberek alapjogait, állampolgárok alapjogait érinti. És az Alkotmánybíróság hozott egy döntést, még a német kormány alatt, mert ugye fölállt az Alkotmánybíróság, hogy a kamatadó kérdése például az is olyan, hogy az emberek alapvető jogait érinti, bár mi nem erre gondoltunk, mert ez nem alapvető jogot érint, de az emberek életét nyilvánvaló érinti, és ez is kétharmados. Ettől kezdve nyilvánvaló volt az Alkotmánybíróság döntése után, hogy ezen változtatni kell, mert valóban nem lehet akkor csak kétharmaddal kormányozni, mert akkor minden kétharmad, valóban még a költségvetés is. Na most ezt nem a kormány megalakulása után jött erre rá Antal József, hanem kimondta, hogy ő csak akkor vállalja a miniszterelnökséget, hogyha sikerül az SZDSZ-szel megállapodni abban, hogy a kétharmados törvényeket olyan szintre lehessen leszállítani, hogy a kormányzáshoz szükséges törvények ne kétharmadosak legyenek. Következő volt a választása, ami előtt állt. Vagy az SZDSZ-szel nagy koalícióra lép, akkor megvan a kétharmad. Vagy pedig egyszeri megállapodást köt az SZDSZ-szel, hogy engedjék ki a kormányzáshoz szükséges döntéseket a kétharmad körében, és akkor tud a természetes szövetségeseivel koalícióra lépni. Ez utóbbit választotta. Erre egyébként három magyarázatot adott, félig viccesen. Azt mondta, hogy ha az MDF-fel, az SZDSZ-szel koalícióra lépünk, akkor a minisztereim testi épségét nem tudnám biztosítani a kormányüléseken. Ezzel utalt arra a megromlott viszonyra, ami a választási kampányban, de már a népszavazási kampányban is az SZDSZ és az MDF között kialakult. A másik válasza az volt, hogy ha ezek valahova beveszik magukat valamelyik minisztériumba, akkor jó Isten nem tudja őket onnan többet kipiszkálni. Hát erről Hornyula mondhatna egyet és mást, szegény, ha még élne. A harmadik viszont az abszolút komoly volt, és Antal demokrácia felfogására jellemző. Azt mondta, hogy miután ez egy kamikáze kormány, ezért nem lehet az, hogy a bukó oldalra kerüljön a teljes ellenzék. Maradjon meg egy rész a másik oldalon. És ez most már a negyedik, ezt nem mondta kifejezetten, viszont a Kis Jánossal folytatott vitában, a választás két fordulója között volt, azt hiszem ez a tévévita az SZDSZ elnökével, amikor az SZDSZ elnök azt mondta, hogy kíméletlenül ki fogjuk irtani a kommunizmus magvait is, vagy nem tudom, miket mondott. Antal pedig azt mondta, hogy nem köt nagy koalíciót, mert demokrácia nincs erős ellenzék nélkül. Ez egy nagyon nagy gondolat. Azt mondta, kifejtette a vitában, hogy egy stabil és határozott kormány mellett feltétlenül szükség van egy erős ellenzékre,
Egyrészt azért, hogy ellenőrizze a kormányt, mert ha nincs ellenőrzés, akkor elkutyul a legjobb kormány is. Másrészt azért, és ez lehet, hogy még fontosabb, hogy az embereknek legyen választékuk, amikor 4 év elteltével esetleg nem elégedettek a kormánnyal, akkor lehessen máshova szavazni.